Szevasztok! Szevasztok! Hát nagyon jól, szerintem nagyon jó kis gála volt. Ez ugye egy díjátadó is. Voltam a legjobb női főszereplő díjat, adtam át Szamosi Zsófhoz, a Fenyvesi Zoli, valaki az én filmemnek az egyik főszereplője, és aztán pedig 5 díjat kaptam. Tiszta szívvel a mi filmünk az 5 díjat kapott, úgyhogy nagyon meg. Nagyon boldog, hogy ennyien szavaztam. Mire szól a filmnek? Mi az? Hát, hogy mi az? Hát ez ugye ennek a filmnek az egyik legfontosabb aspektus az, hogy van benne egy 20 éves fiú, aki tulajdonképpen elképzel számtalan kalandot, mindezt azért teszi, mert nincs semmilyen kapcsolata az édesapjával. Tulajdonképpen egy ilyen önterápia során az alkotás útján végül is túllép azon, hogy milyen fájdalmai vannak, milyen családon belüli problémái vannak. És emiatt szerintem ez tulajdonképpen arról szól, hogy az, amit készen kapsz, amilyen sorsod van, vagy egy ami nagyon sok ember megszokott állni, hogy hát én akkor ez vagyok, szegény vagyok, mit tudom, hogy mozgássérült, stb. Ezzel nem lehet változtatni. Ez lehet, hogy így van, de ennél sokkal érdekesebb, hogy mégis te mit alkotsz a saját életedben. Mi az, amit te hogy azért ez végül is mégis mindenkinek megadatik, hogy kreáljon abból valamit, és ez a fiú az én filmemben végül is egy megbocsátás történeten keresztül mint képregény, rajzoló, végül is elkezdő új életet. Milyen volt a forgatás? Látok, hogy valamilyen kulisszat? A forgatás az sokszínű volt, meg hosszú, hát ugye ez is 37 napig forgat, aztán voltak még kódforgatási napok. Hát egy ilyen forgatáson mindenféle van. Van, amikor nagyon jól megy, van, amikor bizonytalanok vagyunk, de maga az alaphangulat nálunk nagyon erős volt. Tehát nagyon, nagyon jó volt a csapat, a színészek, a mindenki, aki részt vett benne, a producerek, stb. Tehát egy igazi jó csapat voltunk, tehát jó volt együtt lenni. Ez a legjobb. Tehát a legjobb egy film forgatás során, vagy egy film elkészítés során, hogyha még jól is érzed magad. Mert akkor mert ugye azért a filmkészítés mégiscsak életforma is, úgyhogy nem baj, hogyha szeretsz azokkal együtt lenni, akikkel ezt csinálod. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, a többiekkel, és szerintem ők is egymással. Sok emlékezetes pillanatot, ezeket mindig, tudod, a legekkel mindig az a baj, hogy valójában, hogyha kiemelsz egy leget, akkor olyan, mintha a többit már degradálnád, már azt mondanád, hogy hát az nem is volt, hogy nekem minden nagyon jó volt. Voltak nagy izgalmak, amikor mozgássérű gyerekeket bedobáltuk a tóba, nem tudnak annyira úszni, stb. Ez egy nagyon szórakoztató jelenet közben, de nagyon fájdalmas is, meg veszélyes is. Az mindig nagyon emlékezetes volt, de sok minden. Én akciójelentek is vannak ebben a filmben, azok mindig olyan érdekesek technikailag, érdekes technikailag megcsinálni. De nekem mégis azok a kedvenceim, amikor két színész beszélget, és ebből a beszélgetésből valami igazán emberi dolog kisül. Tehát én akkor vagyok a legboldogabb. Hát most több filmen dolgozom egyszerre, őszintén szólva nem tudom, mert van egy kisebb költségvetés, meg van drágább is, még ebben a pillanatban nem tudom, hogy mi lesz pontosan a következő, mert elindultam egy úton, de nem biztos, hogy ez fog folytatódni. Úgyhogy erről többet most nem tudok mondani. Mit tudnál üzenni a magyar filmrajongóknak? Hát a magyar filmrajongóknak azt tudom üzenni, hogy csak így tovább, hogyha valaki tényleg elmegy moziba megnézni a magyar filmeket, az nagyon jó. A többiek, akik esetleg olyan filmrajongók, hogy nem járnak moziba, azoknak azt szeretném üzenni, hogy tényleg jó a magyar film jelenleg is. Tehát sokszínű, sokfajta film van, nagyon jó filmek vannak. Mindig mondják, hogy jó, de drága a mozi. De szerintem ebben az országban minden drága. Hát így nem lehet megközelíteni dolgokat. Tehát, hogy az alkohol is drága, meg a drog, és abból is mennyi folyik. Tehát mégis mindenki dönti magában, stb. Tehát, hogy azért egy-két üvegbor árát be lehetne cserélni moziokra is. Köszönöm szépen! Köszönöm.